Már javában tart a díszletépítés a patak melletti részen és az őrlőműnél is. Csárda, csűr, kaszárnya bújik meg néhány hétig a fák sűrűjében, melyek elrejtik majd Sobrióskát és betyárjait. Az Ausztráliából egy éve hazatért Novák Emil, a jól ismert Első Linda sorozat rendezője, most valóra váltja 20 évvel ezelőtti álmát, megfilmesíti a külföldön is hírhet az 1820-as években élt Sobrióska életét. Ő arról volt híres, hogy annak ellenére, hogy haramia volt és rabolt és fosztogatott, egyetlen egy dologban nagyon konzekvens volt, és ehhez tartotta magát, hogy soha nem ölt. Tehát egy ilyen kettős kényszerbe volt a családi és társadalmi helyzeténél fogva, hogy nem volt más lehetősége ahhoz, hogy a 12 éves katonaságot elkerülje, hogy létezzen, hogy elment az erdőbe és ott élt. Egy szép szerelmi történet elevenedik majd meg a 6x1 órás tévésorozatban. A 100 szereplőt foglalkoztató filmben nagy nevekkel is találkozhatunk, amelyben többek között Törőcsik Mari, Andorai Péter, Szarvas Attila, Fullajtár Andrea is szerepel. A nyár folyamán az erre túrázók, ha éppen szerencséjük van, bepillanthatnak a filmkészítés rejtelmeibe. Akiknek ez nem adatik meg, azok a jövő év elején a készfilmet a Magyar Televízióban láthatják.